Hello, hello, sziasztok, sziasztok, Keeper vagyok, üdv a csatornán, amint látjátok, folytatjuk a Survivor kalandjainkat a Seven Days to Die-ba. Ugye nagyon-nagyon nagy faz van, támadnak a zombik agyba főve. Mi meg ugye meg kellene nézni, hogy hol dobta le itt a repülő a cuccot, mert ugye itt repült el, aztán elképzelhető, hogy ide dobált le valahova. Kapta egy hátitáska. Ah, 18 lőszer, nagyon jó lőszer, az van bőven. Ez a pisztolyba való lőszer amúgy. Tök jó. Ó, valami. Mondjuk így nem fogom meglátni, hogyha van egy valami ott. Az ott a katonai bázis, ugye? Akkor menjünk, ugye itt láttunk egy ilyen, itt térképen egy ilyen képződményt, azt meg kell nézni. Azért jövök itt az erdőbe, mert ugye itt szórakozott, itt dobált valamit a... Vagy itt ment el a repülő, aztán feltételezem, hogy lehet, hogy ledobod valamit. Szedjünk követ, ez sose jó, rossz. Ahogy úgy gondolom egyébként, hogy lehet, hogy a zombik ellen valami tetőre kellene mindig felhúzódnom éjszakára, addig, amíg nincsen rendes bázisok. De hát valami nagyon jó bázis ki kell alakítani különben, mert... De az a bázis, amit kialakítottuk, annak valami nagyon epiknak kell lenni, mert ezek aztán szétbasznak mindent komolyan. Azt meg nem tudom hova rakni, mit dobjak ki? Földet kidobom, egy darab. Hogy, de, hogy kell kidobni? Jó, berakom ide. És akkor ezt meg elrakjuk. Nem egyet, kettőt. Na. Jó, menjünk tovább. Sehol semmi csomag. Ugye egyébként az amit így dobál repül, az ilyen, egy ilyen doboz. Nem ilyen gagyi, hanem egy ilyen nagyobb doboz. Ilyen ejtőernyővel dobják le gyakorlatilag. Madártól, hogy milyen jó, nem tudom képzelni. Szerintem nyilat kell vele csinálni. Ugye, jó, kéne innom meg ennem, meg minden, mert baj vannak. Nézzük már meg, hogy van a fiám. Ó, van egy bőven. Ezt megire. Megint valami hülye hangot hallok. Talán nem ilyen zombi. 8, jó. Ijunk egyet. Ez mennyit visz? Még nem, még kell. Jó. Annyi elég, és akkor 6-osan van még kajám is. Kajálok is közben egyet. Ja, jó, oké, akkor menjünk már arra fele. És akkor... Mit kezdek a hülye hangok? Fasz ki van. Ne, ebben nincs lőszer. Ebben van lőszer, de pisztolyt használ, nem akarom a mesterlövész puska lőszert elhasználni. Az majd ínséges időkre jó lesz, amikor keményebb ellenfelek jönnek. Nem látok semmi olyan dobozt, amit ledobod volna, de fülök pedig dob le. Azt tudom jó, hogy dob le. Hát, kibírjuk anélkül, akkor ez van. Túlélünk anélkül. Oké. Hoztam magam a hátizsákot egyébként, le tudunk telepedni éjszakára. Ugye érdemes mindig magatokkal vinni egy ágyat vagy egy hátizsákot, mert addig, amíg nincs egy fix bázisotok, mert ugye, hogy kalandoztok, akkor ott tudtok újjászületni, nem az van, hogy visszarak benneteket a halálfaszára. Itt vannak zombik, úgy látom. Szóval gondolkozok, lehet, hogy milyen valami erősebb fegyver kellene? Vagy kraftolnom kellene egy kis... Egy kis... túlélő combot. Miket be kéne csuknom. Medicin... ez az. Mit tudok? Egy fajtát tudok csinálni. Ilyet. Akkor kraftoljuk már belőle. Egy... Kettő, három... De eljöttök. Ja, ide kellene húznom, ugye? Ez így működik. Ide húzom, és akkor már tud... Aha! Eljárt! Egy, kettő, három. És akkor innen meg ki tudom húzni. Most kraftoltam életemben ezzel a játékkal össze, komolyan. Tényleg. Ez micsoda. Hát ez aztán biztos hasznos dolog. Nézzük, ezzel bekötözök magam, akkor mennyit ad? Meg is nézhettem volna, ugye? Ez semmit nem adott. Ja, gyerekek, ezt tudjátok mi? Ez annyi, hogy elállítja a vérzést, úgyhogy ezzel ezt baszhatom konkrétan. Na hát akkor folytassuk az útunkat inkább. Aha. Miért mindig ezt a lőszerfegyvert veszem el, amikor nincs be egy lőszerem se? Volt viszont puskám. Nézzük meg azt, az nagyon jó volt, hasznos. Hatásos. Megadom ezt helyé. Ez helyé. És akkor az egyes. És azt nem tudom, hogy ebben nem egy lőszerem van. Ne haragudjatok, hogy meg vagyok lőve, amikor... Az a baj, ugye nincs mentés, aztán itt ez mindig fel kell készülni a legrosszabbra. Az lesz itt, hogy így. És akkor így. Tudjátok mit? Van egy ötletem, ezt nézzétek. Mi ez a hülye hang már megint? Na jó, hát ezt így kell megmondani. Elvileg akkor itt a kecok, ugye? De rakd ezt ide. Jó. És akkor így be tudok támadni, akármit mindig van.
Warrior lősze, fasza. Ott van a buzi, hogy mi, hogy már, nézd meg. Haver. Mehet belőle. Persze kottyod neki. Fejre kell róla biztos. Bazd meg. Ez így pazarlás. Á, nem jó ez így. Jó, a fej, azt, fejet ezt szerette. Viszont ez... Viszont még vannak, aha. Á, ez bejött ez a fegyver. Kutyák ne legyenek, gyerekek. Azok a legrosszabbak. Ez jó, ez a fegyó. Csak a baj, egy lövetű. Kutyák ne legyenek, mert azok szétkapnak minket, mint a szart. Az nem mit csinálott. Haver! Nem kell itt a break dance. Hú, izé van. Milyen jelenik azt az izé? Táncot, amikor itt ugrálnak. Jump. Jump style. Jump style-ozik az öreg. Haver. Én nem tudok-e találni, ez a trükkje, mi? Felre kéne lőni, így azért nem elég nehéz lesz. Egy, két, egy, két, egy, két. Fejre, mert miért nem halt meg? Két, egy, buf. Na végre. Szó szerint úgy kellett leszedni. Nincsenek kutyák, jó van. És ez egy benzinkút. Faszal, faszal. Hogy ezeknek nincs soha semmi, ezek olyan csóromalúsok voltak, nem tudom, meg izél. Szemétben meg mindig izél van. Kupa. Ez mi, ez a VB döntőt nyernek ezek minden hónapban, vagy mi a fasz van? Soprészben sok minden van. Ah, ja, tényleg, ezeket mindig elfelejtem, hogy ezeket így meg lehet nézegetni, ugye? Ezek, tudjátok, ezek ilyen... Üres üvegem, az már annyi van, hogy nullát tudok bekezdeni vele. Oké. Oké, jó. Megint üres üveg, ne basszál ki velem, komoly. Semmi más, ez mi? Hoppá! Izé, szép. Szép volt itt. Csak ne pénz legyen benne, mert ezzel nem tudok mit kezdeni. Ah, nyissad már ki bezzel. Jó, ez mindenki. Az? Már igen. Az már igen, ez ilyen pisztoly, meg olyan pisztoly. Ilyen pisztolyom van, nem? Mi lesz tojás? Jó, hogy ezt dobom ki, nézzétek, tök szar. Valamint a kaja. Csak ad izét, valami, mit tudom én, telítettséget. Azt a többi mindennek szar. Meg gondolom, biztos lehetne belőle főzni, de hát most nem főzök. Ez mi? Iron? Mi az, ami nem kell? Ez nem kell szemem. Berakom a szívbe az izét, az olajos hordót. Ezt tudjátok, ezt a turagolat, nem? Hoppá, nem akarja rárakni. Nem a... Na mit dobjuk még ki? Azt megesszük, megesszük, megesszük. Ja, hogy ezt még elraknám már ide. Jó volt ez, valami jó volt itt a szobában. Valami zörgés. Zombik jönnek, mi? Az igen fasza lesz. Meg örülni fogok. Könyvecske. Az mire jó? Na, semmi. Ez azt hiszem, hogy a kék könyvek azok nem jók semmire. Na jó, húzzunk bele. Én olyan hülye hangok vannak ebben a játékban, hogy mindig parázok, komolyan. Próbáljátok majd ki, higgyétek el. És ez komolyabb a hátításka... Ezek a cuccok voltak. Ennyi. Ez valakinek a táskája, vagy mi a tököm? Az igen, jó van, oké. Na jó van, mindegy. Jó, kanapém egy dobát kidobjuk. Ez nem kell. Ezt szelektálni kell, mert itt nagyon sok cucc van, komolyan. Fa most egyelőre nem kell, nem építünk. Fa blokk. Ah, dobjad ki. Kőblokk nem kell. Jól lesz meg, majd meg végképp nem kell. És akkor nézzük meg, mi van ebben a tatyóba. Jó, ez jöhet. Tuti. Ez is jöhet. Pusi nem kell. Ja, ez lehet, ugye? Én annyit csináltam, hogy mielőtt elkezdtem ezt a game. És azon gondolkozok, hogy az a zörgés, ez a szobámban van, vagy...
Ja, lehet, hogy a izaim, a karkötőm. Na jó van. Elkezdtem ezt a gameplayt előtte. Ugye kipróbáltam, hogy hogy fut, ezt elfutkoztam, és akkor összekaptam egy-két cuccot, lehet, hogy ez annak a maradványa. Elképzelhető az? Ó, ezt se rakja már egy helyre. Jó, ezek a hülyeségek nem kellnek, ezt, sőt, ezt is ki is rakom, viszont ezt elrakom. Oké. Bocs, ezt a közjátékért. Ez meg csapda, figyelitek? Az anyád. Na? Ja. Papír. Az mire jó, meg mire jó ez a kupa? Pff, te... Jézus Istenem. Lehet, hogy az valamilyen anyag, ugye réz, vagy valami kraftoláshoz kell. Na jó, nézzünk körül odakint. Mi itt a helyzet? Nincs ennek egy létre... Szokott lé... Az mi? Szokott lenni ilyen létre ide felre, jó lett volna. Örültem volna neki, hogy túl tudnánk ott élni. Mondjuk még 17 óra 1 van, még azért tudnánk közlekedni, meg fogok is. Hova kellene? Itt egy zombi szembe velem. Itt nem, itt voltam, ugye itt volt a katonai bázis. Akkor lehet. Hova jussunk el gyorsan, még nappal? Amíg hova kellene? Itt van egy ilyen település, meg itt van egy ilyen kereszteződésben valami. Itt a kereszteződéshez még napközben húzunk, és akkor itt meg a, talán vagy itt éjszakázunk, vagy itt éjszakázunk, oké? Okay? Addig még szerzünk pár cumót. Már nem tudom, hogy hova rakjuk, de legalább körülnézünk egy kicsit. Meg amúgy is utána ezt a havas tájat, én ettől agyfaszt kapok, nem tetszik nekem. Na, akkor köszi szépen, hogy itt voltatok. Hogyha tetszik a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és folytatás következik. Sziasztok!